Mondhatnánk, hogy stílszerűen az olimpia nemzetközi napján tartották az olimpia éjszakáját a hősök terén. Kezdjük a legfontosabbal. Csaknem 18 ezeren döntöttek úgy ezen a nyári esten, hogy elmennek a helyszínre kipróbálni a szervezők által felkínált 15 sportágat, vagy azok közül néhányat. A megjelenteket a színpadról a sportért felelős államtitkárasszony köszöntötte. Tudjuk, az olimpia a végtelen erő, mely egyesítés felemel. Az újkori olimpia megálmodója, Pierre de Coubertin báró, abban látta a sport jelentőségét, hogy ez a legalkalmasabb eszköz arra, hogy a világ összes népét összefogja, és közöttük barátságot alakítson ki, így lehet a sport a béke versenye. Magyarként büszkék lehetünk arra, hogy alapító tagjai vagyunk az olimpiai mozgalomnak, és azóta is büszkén vállaljuk azt az örök értékű igazságot, melyet az olimpiai esküben megfogalmaztak, mely szerint a legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez, nem a diadal, az igyekezet, az akaraterő, a kitartása legfontosabb. Az államtitkár pontosan tudta, hogy miről beszél, hiszen úszóként maga is megélhette az olimpiát. 1992-ben ezüstérmet hozott magának és Magyarországnak Barcelonából. Szabó Tünde után az olimpiai bajnok Fábián László, a MOB főtitkára lépett a mikrofonhoz. Nagy-nagy örömmel vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy nagy-nagy köszönet a mögöttem álló hölgyeknek és uraknak azért, hogy a szabadidősportnak egy újabb, fantasztikus állomásán vagyunk. Egy olyan állomáson, amikor föl tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az életünkben, hogy sportoljunk. Olimpiai bajnokként is úgy gondolom, hogy mindenek az alapja az, hogy gyerekeink már fiatal korukban is megtanulják azt, hogy milyen jó játék az a sport, mennyire élvezetes és milyen sok mindent tud adni az életünkhez, milyen sok plusz tud adni, hogy gondterhelten vagy kevésbé gondterhelten tudjuk élni hétköznapjainkat is. Természetesen az egészség is nagyon fontos, és így együtt a kettő én úgy gondolom, hogy megmutatja mindannyiunk számára, hogy a szabadidősport mennyire izgalmas, és a szabadidősportból indul el valahol az olimpia is, az olimpizmus is, az olimpiai résztvevők is, mert hogy valamikor gyerekként mi sem biztos, hogy úgy mentünk le a sportpályára, hogy olimpiai bajnokok akarunk lenni, vagy olimpián szeretnénk indulni, de azzal, hogy oda mentünk, már egy nagyon nagy lépést tettünk azért, hogy ez a sport maga az életünk központi része legyen. Ezután következett az est egyik legfontosabb eseménye, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, vagyis az EJOF lángjának érkezése. Most megérkezett tehát a lánga, amit két kézilabdázó, Markovszky Pál és Pucora Csenge hoz, de a végén Bálint Bence, Ilovszky Dominik és Kónya Enikő, előbbi kézilabdázó, utóbbi kettő atléták is kísérték a lángot, úgyhogy a láng rendben megérkezett. Az olimpia éjszakáját a Nagy Sportág Választó Iroda rendezte, ennek vezetője szintén a sport jelentőségére hívta fel a figyelmet. Jó estét kívánok mindenkinek! Én rövid leszek, mert látom, hogy már mindenki sportolni akar. A 10 éves sportágválasztónak a legfontosabb feladata az, hogy választhatnak. Választhatnak sportágakat, választhatnak mozgásformát, és ez talán a legfontosabb, és ez a legfontosabb a olimpiai 5 próbában, hogy van futás, van úszás, van kerékpár, van kajakkenu, természetjárás, és mindenki találja meg azt a mozgásformát, ami neki tetszik. Válasszatok és válasszanak. Úgyhogy köszönjük szépen a részvételt és jó szórakozást kívánok. Ott volt a rendezvényen a Testnevelési Egyetem első embere, a világhírű kézilabdaedző Mocsai Lajos is. Egy olyan 45 perces beszédet terveztem, de három mondatot mondanék. Az első, hogy fantasztikus, hogy ezt a nagyon nehéz lángot tartják a fiatalok, és itt van Magyarországon. Második dolog, hogy legyen a mai este, akik itt vannak, nem is gondolják, hogy körülbelül ötször ennyi fiatal és résztvevő fog az éjszakában részt venni a sporttevékenységben. Legyen ez egy élmény mindenkinek. És kérnék egy nagy tapsot 250 testnevelési egyetemi hallgató és tanár fog önöknek segíteni. Vigyázzanak magukra, legyenek élményben gazdagok. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen Mocsai Lajosnak, aki természetesen a 45 perces beszédét is elmondja majd, ha 45 percet mondjuk zumbázik itt a színpadon előtte. Nem véletlen beszélt Hajdú B. István a zumbáról. A bemelegítés ugyanis ez a csodás tánc volt. Ezután kezdődhetett az éjszakai program, amelyre egyébként nem csak Magyarországról jöttek, igazolja ez a kis film részlet is. Ahojte! Práve startujeme do Budapesti z Rito. Az olimpia éjszakájának ötletgazdája Révész Máriusz kormánybiztos volt, aki természetesen maga is ott volt az eseményen. Azzal a feladattal bíztak meg, hogy próbáljunk olyan rendezvényeket szervezni, amire szívesen eljönnek az emberek, és mozognak, és próbáljuk meg jelentősen növelni azoknak az embereknek a számát, akik aktívan töltik el a szabadidejüket. És ennek a rendezvénynek volt egy elődje a mozgás éjszakája, de ez a tavalyi évre elhalt, és nem kell mindig új dolgokat kitalálni. Az volt az ötletünk, hogy ezt fel kellene támasztani, és újra kellene indítani. Azért egy kis ráncfelvarrást készítettünk, sárkányhajózás, és nagyon sok olyan dolog is lesz, ami nem a Hősök terén lesz, hanem mondjuk a Dunán, és fentről is besegítettek, mert miközben szerveztük, egyszer csak kiderült, hogy egy olimpiai láng is érkezni fog. Az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál lángja az sikerült megoldani, hogy éppen a rendezvényre érkezzen ide Budapestre, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy minden eddiginél többen vannak itt a budapesti éjszakában, akik sportolni fognak, mozogni fognak, és szerintem ez egy fantasztikus dolog lesz, hiszen Budapestet egy teljesen más perspektívából lehet látni. Persze nagyon sok nagyszerű sportoló volt a Hősök terén, ezzel is igazolva a rendezvény nagyszerűségét. Találkoztunk a többi között Kammerer Zoltánnal is. Miért sportoljon egy fiatal ember? Miért kezdjen neki? Van teteje? Hát teteje mindennek van, igen, ugye, de sose tudjuk, hogy mi a tető, tehát törekedni kell a célok elérésére. Ugye a csúcspontokat meg kell tudni találni, de szoktam mondani is, hogy ez egy hullám, megyek hullám, megyek, ez jellemző a sportra is. De ha másfél nem, azért is sportolnak a gyerekek, hogy egészségesek maradjanak, fittek legyenek, jól nézzenek ki. Tehát ez mind olyan dolog, hogy ami egy minőségi életet akár meg tud alapozni egy jó sportolás. Tehát azt mondom, hogy ha nem is élsportoló lesz mindenkiből, akkor legalább az a heti 3-4-szer egy órát igazán rá lehet szállni, hogy épp test, épp lélek legyen. Ahogy már említettem, az olimpia éjszakáján mindösszesen 15 sportágba kóstolhattak bele az érdeklődők. Ezek között ott volt a futás épp úgy, ahogyan a mind népszerűbb sárkányhajó. Alig hanem felejthetetlen élményt kaptak azok, akik az éjszaka kellős közepén vízre szállhattak, hogy a sötétben lapátoljanak a Dunán. De legalább ekkora örömet szereztek a szervezők azoknak is, akik kerékpárjukkal szelhették át a Lánchidat. Ráadásul az időjárás is kegyes volt, estére enyhült némiképp a forróság, az eső sem esett, így tényleg minden adott volt a sportoláshoz. Akik ott maradtak a Hősök terén, azok sem unatkoztak. Olyan kevésbé ismert sportágakat is kipróbálhattak, amilyen a láptól. 15 szakosztályban több mint 500 versenyzőnk van, és most fejeződött be a Diák Olimpiai versenysorozatunk, ott 54 iskola több mint 500 gyereke versenyzik. Igazolva ezzel is, hogy a mobil szava igaz, a sport mindenkié. Például azoké az amatőröké is, akik a Városligetben próbálták ki a sárkányhajózást. Ezek milyen lapátok? Ezek sárkányhajó lapátok. Sárkányhajó lapátok, ezzel eveznek a sárkányhajóba a túrázók, a szabadidősök és a sárkányhajó versenyzők is. Úgy látom, nagyon népszerű a helyszín. Hát ez egy nagyon népszerű helyszín, nagyon sokat is szoktak használni a legyen csapatépítők, kluboknak, baráti társaságoknak. Két hét múlva lesz például a sárkányhajó klubvilágbajnokság lent Szegeden, ahol Európából nagyon sokan fognak részt venni, és ez a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezi ezt az eseményt. Most arra gondoltam első hallásra, hogy itt az olimpia éjszakáján népszerű a sárkányhajós helyszín. Sárkányhajó és kajakkenu, ezek együtt vannak, nagyon sokat regisztráltak már előre, és itt 20 percenként mennek a utamok, ez reggel a zárási szinte be van osztva mindenkinek. Jó, mondjuk azért a Vajda Hunyadvára alatt egy kört menni valamilyen vízijárművel nem rossz élmény, főként igen, éjszaka. Ez csodálatos, ez biztos, hogy ez egy olyan valami, amik hatására, akik kedvet kapnak, nagyon sok budapesti vagy akár vidéki klubba is el tudják kezdeni a sárkányhajózást, a kajakkenuzást, vagy akár az evezést is, vagy másmilyen sportágakat.
Az olimpia éjszakája egyébként a sportolás lehetőségén túl mást is nyújtott a résztvevőknek, hiszen az olimpiai ötpróba egyik állomása is volt. A sorozat méreteit jól jelzi, hogy csak júliusban és augusztusban kis hián 20 rendezvényen lehet pontokat gyűjteni. Bővebb információkért és a részletes programért bárki felkeresheti a www.olimpiaiötpróba.hu weboldalt. Az urak sportoltak valamit a görkos cipőből, amire persze önök hívták fel figyelmünket, hogy kezdődjön onnan a snit. Azt különik ki, hogy igen. Igen, sportoltunk természetesen. Görkorcsolyázni jöttünk ide most, meg hallottuk, hogy lesz ez a ma esti esemény, és hát mindenképp szerettünk volna itt lenni. Azt pedig csak remélhetjük, hogy az idei siker után jövőre is megrendezik majd az olimpiai éjszakáját.